Alig több mint egy hónap múlva több megyében lekapcsolják a hagyományos tévéműsor sugárzást, attól kezdve már csak digitálisan lehet fogni, például a TV2 műsorát is. Már több mint 20 ezer rászoruló családnál végeztek a digitális átálláshoz szükséges berendezések beszerelésével. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság roadshow-t indított, felmatricázott mérőautóval járják az országot, és mindenkinek segítenek, aki kéri. Ezzel az autóval járják az országot a digitális átállás miatt a szakemberek. Egyrészt megmérik mindenhol, hogy elég erőse a jel, jól jönnek-e a tévécsatornák. Másrészt pedig elmagyarázzák, hogy mit kell tenni azért, hogy július 31-e után is mindenki tudjon tévézni, aki eddig sima antennával fogta a TV2, az RTL Klub és az M1 adását. Legtöbbször olyan kérdésekkel találnak meg minket, hogy az ő egyedi problémájuk, hogy hova állítsák az antennát, milyen antennát szereljenek fel, pontosan milyen set-top boxot érdemes vásárolniuk. Egy ilyen set-top box kell ahhoz, hogy továbbra is lehessen tévézni a digitális átállás után, és van, ahol új antenna is kell. Ezeket viszonylag olcsón is be lehet szerezni. Néhány ezer forintos terméktől 15-20 ezer forintos termékig minden. Gyakorlatilag annyi a különbség, hogy a néhány ezer forintossal egy sima szobai antennával akár néhány földfelszíni csatornát lehet elkapni, illetve létezik olyan, amelyikben már benne van szolgáltatás szinten fél évre, egy évre, gyakorlatilag minden. A rászorulók viszont ingyen kapják a 7 csatorna vételéhez szükséges technikát. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 240 ezer családot keresett meg, hogy kérnek-e segítséget. Személyesen ellátogattunk hozzájuk, felmértük, hogy hogyan televízióznak, illetve igényelnek-e támogatást. 54 ezer igénylés érkezett. 54 ezer háztartásban fogjuk tehát beszerelni a digitális adások vételéhez szükséges eszközöket. 21 ezer helyen már végeztek is ezzel. Alig több mint egy hónap múlva, július 31-én kapcsolják le 14 megyében a hagyományos tévéműsor sugárzást. Ezt jelöltük világossal a térképen. A többi részen, a pirossal jelölt helyeken pár hónappal később, október végén lesz majd a digitális átállás.